Kit érdekel? Hős volt. Nem ének hallatán! S miért kölcsökögött fokosának rémképéje? Még a török is inkább az igaz hitre tért volna. Elmondom hát történetét, s ha néha toldom foldom is. Toldom foldom! Vagy tarka szavakkal színezem tetteinket. Nagyon hálás vagyok egyrészt a felkérés miatt, ami a Kárpátaljai Magyarok Szövetsége és a Berekszeszi Színház részéről jött. Másrészt nagyon hálás vagyok E. Katilla írónak és Sikentán Szilveszter koreográfusnak, akik elképesztő erővel és fantasztikus tudással voltak mellettem ezen a nagyon rövid, de nagyon intenzív úton. Ugyanis tulajdonképpen a felkéréstől számítva a 3 hónapon belül, tehát most a darab megírását is ebbe beleértem. 3 hónapon belül most itt vagyunk Berekszászban, itt vagyunk a Berekszászi Színházban, és megpróbáltuk ezeket az elemeket összerakni. Volt egy vízió, ami csodálatos volt, volt egy fantasztikus tudású koreográfus, aki nagyon autentikus őre volt ennek a produkciónak, hogy csak olyan dolgok kerüljenek be, vagy legfőképpen olyan dolgok kerüljenek be, ami felvállalható. A hagyományőrzés, az örökítés címén is, és hát én pedig megpróbáltam rendezőként egybeszervezni az egészet. Nem esik annyira nehezemre különben, hiszen mozgástervezőként is dolgozom, úgyhogy pontosan tudom, hogy hogyan kell megszólítani a testet, és remélem, hogy azt is tudom, hogy a lelket és a nézők lelkét is. Egy kicsit ez az én otthonom és az én hazám, mert ismerem őket, mert tudom a gondjaikat, mert befogadtak, mert én is a szívembe fogadtam őket, mert itt vagyok 11 éve, és mert az én szívbeli szerelmem és férjem is innen jött, a Berekszászi Színház tagja, mind a mai napig Jóskovics Viktor.